Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Fehérvári Beszélgetések, én pedig Bialko László Gergő vagyok. Úgy 5-6 éve történhetett meg velem, hogy Székesfehérváron a főutcán sétálgatva egy kirakodó vásáron egy kis bódéra lettem figyelmes, ahol ilyen színes zászlók csüngtek, és amint közelebb értem ehhez a bódéhoz, észrevettem, hogy hát itt nepáli dolgokat árulnak. Nepáli ruhákat, buddha szobrokat, különböző hindú, ha szabad így fogalmaznom, erekjéket, és hát a kíváncsiság előtört belőlem, és elkezdtem beszélni az árussal, akiről kiderült, hogy nepáli fiatalemberről van szó. Vendégem Bandari Narayan Prasad, aki hát most már kettős állampolgár, nepáli-magyar kettős állampolgár, gyakorlatilag Székesfehérváron élt az elmúlt egy évtizedben, most se költözött sokkal messzebbre, de mindezt ő el fogja mondani. De szerintem kezdjük a legelején, hogy hát tulajdonképpen te mikor is érkeztél Magyarországra, és miért jöttél ide ebbe az országba? Namaste. Namaste. Igen, stílszerűen, kedves nézők, nepáliul köszönünk, namaste. 2005. április-ezenben jöttem Magyarországra. Azelőtt Magyarországról nem nagyon tudtam. Valahol Európában van, szagálni. Csak egyet tudtam, igen, hogy Magyarország az valahol így Európában van egy ország. Igen, én foci mánia vagyok, aztán Puskás Ferencről is hallottam. És valamikor 56 vagy 54-ben Magyarország harmadik helyedben is volt. Igen. És arról is olvastam. Tehát jó részt inkább csak a sport oldaláról tudtál erről, igen, az országról. Előbb nem tudtam semmi. Igen. Mikor történt, mikor jöttél ide, melyik évben? 2005. április 1-én. Tehát tulajdonképpen egy 10-11 éve élsz, igen, itt Magyarországon. Igen, igen. Mi volt az első momentum, amikor te ide érkeztél és leszálltál a budapesti reptéren? Mi volt az, amit észrevettél, hogy ez most akkor más, mint mondjuk Ázsiába, vagy hát ugye Nepálba? Első benyomás az volt, hogy nagyon-nagyon sima utak, meg nem hápa-hupás, nagyon. És az emberek nagyon-nagyon rohannak, nincs ideje, úgy látom, hogy rohannak, a rohanvilágnak volt a benyomás. Nepálban hogy élnek az emberek? Tehát, hogyha azt mondod, hogy a nyugati emberek ugye rohannak, gyakorlatilag, vagy hát így Magyarországon egy ilyen rohanó világot érünk, ezt szoktuk is mondani, akkor mi a jellemző a nepáliakra? Nagyon sok mezőgazdasággal foglalkoznak, és maguknak termelnek minden, és nagyon az ipari nincsen Nepálban. És nem kötődnek a pontos időre, hogy pontos akkor kell érkezni munkahelyre, ilyesmi nem nagyon van. És azért ott, amikor kell van, akkor dolgoznak, ha nincs, akkor beszélgetnek, ez nagyon rájú rossz a nepáli népek, főleg a faluban, igen, igen. Igen. Mondhatjuk, hogy a nepáliak nyugodt emberek? Van egy ilyen harmónia bennük? Igen. Szereti nagyon sok beszélgetni, és nagyon rájú rossz, ilyen spirituálisak templomba, istupába imádkoznak, így. Azt a kérdést, azt jól elkerülted, úgyhogy felteszem még egyszer, hogy tulajdonképpen miért is jöttél te Magyarországra? Ja, miért? 2004-ben magyar lány volt Nepálban turistaként, és akkor ismerte meg a magyar lány, és most feleségem, és én voltam a túravezető, és Annapurna hegység fele jött túrázni, akkor én kísértem végig, és úgy ismerkedtem meg. És 2-3 hét alatt már össze is házasodtunk, és annyira ilyen nepáli. Nepáli szertartás volt. Igen. És 2005. áprilisban kaptam meg a vízumot. Igen, vízum kell várni. Nepálban nincsen nagykövetség, így Dellibe kell
menni. Ja, hogy Indiába kellett átmenned, Nepálból, hogy megkapod a vízumot, majd utána érkeztetek haza, akkor már gyakorlatilag házastársként, hogyha jól értem, a feleségeddel Magyarországra. Igen. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy téged a szerelem hozott ebbe az országba. Igen. Előtte akkor nem is nagyon ismerted Magyarországot, tehát nem is nagyon gondoltad, hogy ide gyere. Nem is gondoltam, igen. Mivel foglalkoztál te Nepálba? Mezőgazdasággal, meg mivel én, ahol én születtem, az a falu keresztül megy a Annapurna alaptábor egyik legkedvelt túra útvonal, és ott a szüleim ilyen kávézó, ilyen tejázó. Tehát volt egy kávézótok is. Igen. És mellette még a mezőgazdaság. Tehát alapjáraton ilyen mezőgazdasági munkát végeztél, de már akkor már belekóstoltál a turizmusba, mondjuk a turizmusba, vendéglátásba. Igen, meg a közben szoktam még a túrákat is vezetni még. Igen, mert ez ugye még fontos része lesz az életednek, hiszen most is tulajdonképpen amellett, hogy van egy ilyen kis kereskedő bódéd, egy webshopod, áruházad, amellett meg a túrákat is vezetek. Igen. Ezt hogyan képzeljük el? Hányszor mész ki? Ugye gondolom magyarokat viszel ki Nepálba, erről van szó. Igen, évente kétszer, tavasszal meg ötszer, és Nepálba töltöm a 3-4 hónap. Hát ilyen, van ilyen a városnézéstől egy túra is. Van ilyen, én csak alaptáborig, 5500 méterig vezetek. 5500 méterig, az az alaptábor. Az alaptábor. És 1000 métertől kezdődnek a túrák, valahogy így. Csak magyarokat viszel? Vagy csak magyarokkal. Csak magyarokkal. Mi az, ami szokatlan a magyaroknak ezekbe a túrába? Tehát gondolok arra, hogy itt ugye nagyon híres az, hogy vannak hegyi betegségek. Ilyen előfordul-e? A magyaroknak nagyon nehéz visszaállni ott a lassú a rendszer, mivel itt nagyon gyorsú, pontosan valamikor 10-15 perc, vagy 20 perc, fél óra is várunk a buszért, de akkor ideges szoktak lenni magyarok, hogy miért nem jön pontosan időbe. Hát ilyen, szóval hozzá kell szokni. És a hegybetegségről általában 3000 méter fölött kezdődnek a hegybetegség. Fejfájás, háninger, haszvenés, gyengülés, ezek a hegybetegségek. Tehát ezek elő szoktak fordulni, igen. De nem veszük el senkinek a kedvét, mert hát azért ez mégis élmény egy nepáli túrán részben. Nem, ha gyalog megyünk, akkor ha lassan indulunk, nem siet be, ha lassan megyünk, akkor nem lesz probléma. Uh-huh. Ugye hozzá kell készülni, hogy hova megyek, és milyen magasságra megyek. Nem kell izgulni, vagy félni, vagy hogy mondjam. Igen. Ha nyugodtan megyünk, akkor semmi baj akkor nem lesz. Akkor semmi gond nincs. Igen. Ezt gondolom meg kell tanítani a nyugatiaknak is, hiszen mi azért sok mindent gondolom máshogy látunk, mint ti, így belső Ázsiában, mint a belső ázsiai országok, gondolok itt Tibetre, vagy hát ugye az esetben Nepálra. Viszont mesélj egy kicsit Nepálról, légy szíves. Ugye mi azt tudjuk, hogy ez a legszegényebb ország a világon. Ez valóban így van-e, illetve mi az, amit mi másképp látunk, és máshogy vannak a dolgok, mint ahogy mi elképzeljük? Nepál, az nem mondanám, hogy szegény ország. Ugye, ha nincs tabletta, nincs a tévé, ez egy másik dolog, de van ennivaló. Van, uh-huh. Tudnak lakni. Jó hely, tudnak lakni. Lakóhely van, ház van. Van lakóhely is, igen. Lakóhely van, ennivaló van. Gyakorlatilag nem mondanám, hogy szegény ország. Uh-huh. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy mondjuk egy nyugati ország mondjuk abból a szempontból... GDP, ha nézünk abba, akkor... Abba jobb akkor, a nyugati ország, hogyha GDP-t nézünk, de mondjuk abban, hogy mondjuk itt jobban utcára kerülhetnek emberek, idézőjelesen, az viszont Nepálban ugye nem nagyon történik meg. 80% ember faluba élnek most is, és faluban mindenkinek van családi ház, vagy kis kert, és egész évben termelnek, dolgoznak, és abból élnek. Uh-huh. Abban valamelyik több termelnek, akkor el tudnak adni is. Uh-huh.
Hogyan képzeljük el a nepáli lakosok világképét? Ott ugye jó részt hinduizmus van, buddhizmus, ezek ugye a nyugati társadalomban, hát nem mondom, hogy ismeretlenek, mert azért már jól ismerjük mi is ezeket a kultúrákat, de nyilván vannak téves képzeteink erről. Hogyan jellemeznéd a nepáliakat ebből a szempontból? Nepáliak úgyhogy vallási szempontból nem annyira pártolnak, vagy hogy mondjam, nem csoportként vannak. Ők minden nap saját, van ott templom, hindu vallás, templom és buddhista vallás is. Nem lehet kötelezni, hogy látni bennüket, hogy buddhista, új hindu. Nem lehet így látni. Tulajdonképpen ez a két vallás gyakorlatilag gyökere az egy, szimbólum minden, a mantrák is harcoló vannak, és szóval ez nagyon egymás, nagyon elférnek, nagyon nincsen ilyen, hogy ellen semmi nincsen. Mennyire képzeljük el az emberek vallásosságát Nepálba? Ugye Tibetről azt tartjuk, hogy ők végletesen vallásosak, nekik csak a vallás van. Nepálban ez hogy működik? Mennyire van a mindennapokban jelen a vallás? Nálunk nem minden nap nem ilyen, olyan, mint a Tibet, hogy mindig számolgatunk, hanem dolgoznak is. Emberek mezőgazdasággal foglalkoznak, és ha amikor van ideje, akkor mennek, akkor főleg reggel vagy este van mindenkinek a házban ima szoba. Ugye szombaton van nálunk a munkaszüneti nap, vasárnapban kezdődik munka. Szóval a szombaton nagyon sokan mennek, járnak templomba, istupába mennek, úgy. Térjünk egy kicsit vissza rád, hiszen még azért nem veséztük ki teljesen a témát, mert ott tartottunk, hogy te ugye idejöttél Magyarországra, ugye úgy kerültél Fehérvárra, hogy a feleséged fehérvári volt, vagy fehérvári gyökerekkel rendelkezik. Utána mihez kezdtél? Ugye hazajöttetek, összeházasodtatok, gondolom a nyelvet nem beszélted, mihez kezdtél ezek után? Nagyon nehéz volt nyelvtanulni, és nagyon lassan ment. És 100 nap kaptam ilyen látogatóvízum, akkor az alatt nem lehet dolgozni. És kezdtem dolgozni, nagyon sok helyen pályáztam, magyar nyelv nincs akkor. Nem lehet dolgozni, nem vettek föl, és az automoszóként dolgoztam, kezdtem dolgozni, és utána újságkihordó. Kihordó, utána Philipsnél dolgoztam, utána Denzo. Tehát azért szépen mentél fölfele, úgymond a létrán, hiszen hogyha jól tudom, akkor azért nem volt annyira rossz helyed az utóbbi gyárakban már, tehát ott azért már megtanultad gondolom addig a nyelvet is. Az nagyon jó volt a munkahely, mert ott tanultam magyar, és ott látom a magyar társadalom, nagyon sok jó is, rossz is ott. Mondjál pár dolgot, hogy egy nepáli hogyan látja mondjuk a magyar társadalmat, a magyar embereket. Ugye a nyelvről már mondtad, hogy ez nehéz azért a magyar nyelv. Ezt tudjuk, hogy ez nem könnyű egy külföldinek. Magyar társadalom más, nagyon-nagyon más. A népek vidámok, vidám. Nekem a segítenek, én azt mondom, a külföldi vagy, akkor segítenek, így bármi probléma van, valamikor ide-oda nem tudok menni, akkor merre kell menni, ezekben nagyon-nagyon segítenek. Én úgy gondolom, hogy ez a Magyarország a időjárás szempontból is nagyon tetszik nekem, és még ételek, ugye a harcoló, a fűszeres ételek vannak. Kultúráról ez dolog, amit nekem kicsit furcsa, hogy az idősebbek egyedül vannak. És ha valami baj történik, akkor nagyon nehezen érünk oda, vagy ez nálunk a nagy család. Ugye itt azért egyedül vannak az idősebb az. Nálatok akkor több generáció él együtt, és akkor segítik egymást. Igen. Tehát, hogy megvan ez a tisztelet a nepáliakban is, ahogy mi köszöntünk, hogy ez ugye a hagyományos köszönésétek is, a namaste, ezt használjátok, és imatartásba teszitek a kezeteket. Ez egy teljesen hétköznapi köszönés nálatok. Igen. Tehát, hogyha mondjuk bemész a boltba, akkor gyakorlatilag így köszönsz, nem? Igen. Tehát ugyanúgy a tiszteletet. Amikor is köszönjük a namaste-nek.
nem igen, van. Igen, ez egy nagyon érdekes, sarkalatos ellentét is lehet, hogyha így fogjuk fel a két társadalom között. Na most ugye akkor itt éltél Fehérváron, ugye jó pár évig, és akkor, ha jól tudom, utána csináltál egy webshopot, ami ugye arról szól, hogy Nepálból hozol árukat. Igen, 2011-ben kezdtünk webshop csinálni, és lassan-lassan, és aztán a vásárba mindenféle ilyen rendezvény, vásár, fesztiválon szoktunk járni egész ország. Ott. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez már az egész országra kiterjedő vállalkozás lett, hiszen valamennyire tényleg sikeresnek mondható. Igen. Ugye az a különlegességed, hogy te tényleg Nepálból hozatod az árukat, és ugye, hogyha jól tudom, ezt ugye nepáli emberek is csinálják, akár a ruhákat, akár a szobrokat. Igen, ismerősöm, a barátom keresztül hozok ide a Magyarországra. Ez a valódi hiteles nepáli termékek, amit hozok ide Magyarországra. De ugye nem csak ezzel foglalkozol, ugye a túravezetést már letudtuk, letudtuk a webshopot is, van még neked egy egyesületed. Egyesület, igen, a Namaste, Magyar a Nepáli Kulturális Egyesület, tavaly óta működik, bejegyezték hivatalosan, és minden évben csináljuk ilyen fesztiválok, nepáli napok, ahol Nepálról szóló információkat, a rendezvény, amit Nepálról van, képeket vetíteni, információkat, nepáli készülőnek, aki pont arra indul, azoknak szoktunk információkat adni. És ez most is november 20-án lesz Budapesten, nepáli nap. És ugye van még egy nagyon fontos dolog, amit meg kell említenünk, hogy te ideérkezve Európába nem feledkeztél meg a szülőhazádról, a szülőfaludról, és gyakorlatilag a te segítségeddel épült egy óvoda. Igen, ez 90% mondható magyar támogatásból épül a Nepálba óvoda, a szülőfalumba. Ez a Nepálba állami óvoda rendszer nincsen, és a magán óvodák vannak, csak nem segének nem tudnak járni oda, és arra gondoltam, hogy legyen olyan óvoda, aki segének is tudnak járni. És most a harmadik év fut a szülőfalumba, és nagyon örültek nekik. Igen, tehát akkor, hogyha összefoglaljuk, akkor a te segítségeddel magyar adományokból épült egy magánóvoda Nepálba, amit mai napig gyakorlatilag te tartasz fenn. Igen, azok ott csak a segélyek tudnak járni, ha gazdagok járnak, akkor neki kell fizetni. Igen. Ez, igen. Igen. Hoztál magaddal személyes tárgyakat is, ezt én nagyon köszönöm, hiszen nagyon sok érdekességet tudhatnak meg ebből a kedves nézők, akár rólad, akár Nepálról. Mutasd be, légy szíves, ugye látok itt gyűrűket, látok itt hangszereket, ugye malát is látok, mik ezek, mit kell tudnunk ezekről a tárgyakról? Ez egy gyűrű. Ez gyűrű, ez a mantrák vannak, Om Mani Padme Hum mantra. Ez szerintem azért egy viszonylag ismert mantra már a nyugati világban. Igen, is. Igen. Ez a mantra, azért imádkozunk, ami a imádkozás, az csak nem magukért imádkozunk, hanem minden élő lényért, boldogságért, egészségesért, békességért, azért pörgetjük a imamalomokat. Igen. Ugyanaz, ez a gyűrűben is mantrák vannak. Ez pedig ómiál, olyan lehet hasonlítani. Kicsit mutassuk meg a kamerának is szerintem. Ez ómiál. Már amennyit látunk belőle, azt meg tudjuk mutatni. Ez a védelem a negatív hatások ellent. Ezek azért jellegzetes, hogy is mondjam, belső ázsiai országokban ezek jellegzetes kulturális jelképek, ugye mind a mantra, mind pedig ez az omjel, úgyhogy omjel. Szerintem nagyba is azért el tudjuk képzelni, hogy milyen ez lehet. Lehet ittani, a kereszt lehet harcolítani, kereszt. A kereszthez, igen, kereszt igen lehet mint egy olyan jelkép. Igen. Jelkép. Ugye a legfontosabb az, hogy ez a jelkép, az legfontosabb, a szándéka fontosabb, igen, mint amit jelképek vannak. És van itt a málának hívják, ez 108 darab mála, golyóba áll ez.
Általában ezeket a kövekből, csontból, meg a magból készülnek. Ez 108 darab, azért 108 darab, mert 108 hinduistenek vannak, és azért imádkozunk 108 istenért, így. Igen, ez ugye hasonló, mint a keresztény kultúrában a rózsafüzér, de szerintem már a nyugati kultúrában sem ismeretlen mindenkinek egy ilyen mála, hiszen nagyon sok helyen tudunk vele találkozni. És hoztál még hangszereket, ugye van itt egy doromb és egy dob is. Igen, ez Magyarországban sokan ismerik, de itt a Magyarországban is népi hangszer, Nepálban is ez a népi hangszer. Igen, itt egy kicsit más alakja van, de gyakorlatilag azért Magyarországon ez egy ismert arra. Sárga rész, meg a középszó, ez bass. Igen. Hát esetleg, hogyha meg tudod szólaltatni, azt is meghallgatjuk, de... Jó. Köszönjük szépen, de hogyha jól tudom, akkor a te igazi hangszered a dob, ami azért mondhatjuk, hogy az egyik hobbit is a dobolás. Ez ugye, hogyha jól tudom, egy hagyományos nepáli dob. Igen, ez a nepáliul úgy hívják, hogy mádalnak hívják, mádal. Ez egy két oldalas dob. Ja, csak először fel kell szerelkezni, fel kell venni a lábadra. Igen, igen, hozzá megálljon így. Igen. Akkor így két oldalas. Köszönjük szépen. Azért pár szót arról, hogy most mit is hallottunk. Ez egy nepáli népdal, vagy? Népdal, ez a vidám népdal. A túravezető vagyok. Igen. Ez egy túráról szól ez, hogy a fáradtság, amikor a hegyekre megyünk, leföl így megyünk, és aki túrázik, túrázónak olyan elképzelés van, hogy milyen jó lenne, mint a Sennhernőnek repülnék. Uh-huh. Nem a gyalog fölfele-lefele, mert nem repülnék. Tehát erről szól a dal, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt a kis dindes dombos akadályokat kiiktatnánk, és átrepülnénk ezeket. Igen. Na hát ez nagyon szép volt. Egy szót még azért, vagy egy pár mondatot még ejtsünk a felszerelésedről is, vagy hát amiben jöttél, hiszen ott jól tudom, ez egy nepáli népviselet gyakorlatilag. Igen, igen, ez a Nepálban 125 nyelv beszélnek, és 123 népcsoport van. Minden népcsoportnak van külön viselet, ez a brámanok népcsoport viselet, egy szapka. És meg ez a, nem tudom, hogy minek, hát mellé, nadrág, meg másképp lenne nadrág, de nadrágnak az kicsit... Csak azt hitted, hogy most mi deréktől felfelé fogunk csak mutatni, ezért a nadrágot nem hoztad, megértjük. Ezt elnézzük azért neked. Szerintem ez a sapka és a mellény, ez eleve kárpótolja nézet, és el tudja képzelni, hogy körülbelül... Ezeket a jelenjét, az nepáli típus. Nepáli. Igen, tehát maga a mintázat is nepál, és akkor ez a brámanoknak, vagyis gyakorlatilag a papoknak a népviselete, hogyha jól értem. Na Reján, én nagyon köszönöm, hogy bejöttél hozzánk ide a stúdióba. Azért azt mondjuk el, hogy itt a Fehérvár Média Centrum egyéb területein is találkozhatnak veled az érdeklődők, hiszen a Fehérvár újságban is született cikk rólad, illetve az fmc.hu oldalon is írtunk már Narayanról. Ezeket ajánlom a kedves nézők figyelmébe, és hát természetesen keressék fel Narayant a Facebookon, fellelhetőek az elérhetőségei, hogyha többet szeretnének tudni Nepálról, vagy hogyha nepáli dolgokat szeretnének megvásárolni. Köszönöm a lehetőség. Köszönöm én is, és namaste. Namaste. Kedves nézőink, stílszerűen búcsúzunk, namaste, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!